Köszöntöm nézőinket, jó napot kívánok! Háttérképünkkel az 55 évvel ezelőtt elhunyt Lajta Lászlóra, a 20. századi magyar komolyzene nagyformátumú alakjára emlékezünk. Lajta László 1892. június 30-án Budapesten született. Tehetsége igen hamar megmutatkozott, 6 éves korától zongorázni tanult, 7 évesen már komponált. 1918-ban szülei kívánságának megfelelően állam és jogtudományi doktorátust szerzett. Az első világháború kitöréséig minden évben 6 hónapot töltött Párizsban, ahol Vincent d'Indy nem csak tanította, hanem a párizsi zenei életbe is bevezette. A Párizsban töltött időszak az ott élő művészekkel kötött barátság meghatározó volt zeneszerzői nyelvezetének kialakulásában. Kedves nézőink, amint láthatták, műsorunkat már az elején megszakították. Most következő riportunkban az elmúlt év színházi produkcióira tekintünk vissza, két fesztivál prizmáján keresztül. A székelyudvarhelyi dráma a kortárs magyar és román nyelvű drámák seregszemléje, a gyergyószentmiklósi kollokvium meg a kisebbségi színházak találkozója. Izgalmas előadásokról, műhelyekről, projektekről lesz szó. Tartsanak velünk! Két erdélyi város, két színházi találkozó. 12. kiadásához ért a Nemzetiségi Színházi Kollokvium Gyergyószentmiklóson. Székelyudvarhelyen 9. alkalommal rendezték meg a dráma kortárs színházi találkozót. A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház ad otthont évente a dráma kortárs színházi találkozónak, ahol kortárs magyar és román drámák alapján készült előadásokat mutatnak be a társulatok, a kortárs színházi nyelvet népszerűsítve a közönség körében. Az elején többen is kételkedtek abban, hogy vajon mennyire lehet kortárs színházról beszélni udvarhelyen, de udvarhely egy nyitott város, és a másik az, hogy a kortárs színház nem arról szól, amit sokan elgondolnak, hogy ugye most nagy kísérletezések, meg ilyesmi, hanem rengeteg normális, aktuális problémákról szóló előadás van, úgyhogy ezt most már a közönség is felfedezte, hogy ez tulajdonképpen rólunk szól, nyitottak és jönnek. Én nagyon örültem magának a kezdeményezésnek, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a kortárs drámával foglalkozik ez a fesztivál, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a magyar kortárs művek mellett román kortárs művekkel foglalkozik. Ebben a régióban úgy gondolom, hogy ha az együttélés vagy egyáltalán a társadalmi kérdésekről csak úgy lehet beszélgetni, hogyha többféle szemszögből közelítenek a drámák, és egy ilyen fesztivál tényleg jó alkalom arra, hogy egy kicsit az ember képet kapjon arról, hogy mi minden van. A dráma színházi találkozó nem csupán az előadásoknak, a szerzőknek is teret biztosít. 2011 óta minden második évben drámapályázatot hirdetnek a Szigligeti Színházzal közösen. Debüt, drámaíró és dramautor kategóriákban lehet pályázni, a legjobb pályamunkákat bemutatják, valamint kötetben is megjelentetik. Azért is tartom nagyon fontosnak ezt a fesztivált, meg minden ilyen jellegű törekvést, mert hogy az rendben van, hogy a klasszikusokban is mindig felfedezzük önmagunkat, a saját világunkat, saját kérdéseinket, saját problémáinkat, dilemmáinkat, ahogy Visnyek fogalmazott, de nagyon fontos, hogy a kortársak is megfogalmazzák ezeket a dilemmákat, hogy majd egyszer ők is lehessenek klasszikusok, de a színház nem létezhet darabok nélkül. Most az, hogy mit jelent a dráma, az persze nagyon változó és képlékeny műfaj, ugye a posztdramatikus színház idején, tehát ez mind-mind változó fogalom, a művészet maga is mindig változó forma, tehát nehéz is ma már definiálni szerintem, hogy mi az, hogy dráma. De pont ezért fontos, hogy legyen tere, hogy a közönség például elfogadja a kortárs műveket, azokat, amik nem teljesen arra a rugóra járnak, mint amit mondjuk megszoktak, vagy amit a klasszikus műveknél kedvelnek. A színház előterében egy izgalmas térinstalláció várta a nézőket Viski András Pornó című darabjának előadása előtt. A provokatív cím egy poétikus szöveget takar.
A darabot Viski 2008-ban írta, amikor a Nemzeti Színház arra kért fel szerzőket, hogy a 10 parancsolat egy-egy parancsolatára írjanak darabot. Viskinek a 7. jutott, a Ne lopj. A felkérés nyomán egy monodráma született, melyben a szerző a személyes élményeiből merít. Azonban sokak magukra ismerhetnek a szekuritátéről, üldöztetésről, lehallgatásról szóló történetben. Az előadást a Szatmári Északi Színházban mutatták be, nem véletlenül, hiszen a szatmári ihletettségű történet ezáltal a saját közegébe került vissza. Ez a darab, tulajdonképpen ez az előadás eleve úgy született, hogy én szerettem volna kiállítani a titkosszolgálati irataimat, azt az 1285 oldalt, ami háromnegyedét tekintve Szatmáron született. És nekem nagyon fontos volt az, hogy Szatmára visszahozzam ezt a történetet. Forvald Grétivel dolgoztunk ezen a téri installáción, és hosszas beszélgetés nyomán hoztuk létre ezt a egyszerre szűk és időben nagyon tág dobozt, amelyben végül kiállítottam az összes iratomat mindenféle szerkesztés nélkül, mert egy idő után elkezdett zavarni az, hogy csak szerkesztett, többnyire szerkesztett iratokat hoznak nyilvánosságra. Én meg ezt a kiállítást tulajdonképpen a gyávaságom történetének is nevezem, mert nem gyújtottam fel magam Szatmár új központjába, nem fogadtam némaságot. A bátyám ezt megtette és megverték, én nem tettem, megkommunikáltam. Tehát nekem egy tehertől való megszabadulás, ez a szatmári előadás a kiállítással, az installációval együtt a kettő egyet jelent számomra. A történet főhőse egy fiatal színésznő. Együtt él egy fiúval, akit nem akar megnevezni, ezért csak embernek hívja. Gyanússá válik, mert előadásokat tart egy bizonyos Antival az utca gyerekeknek, azaz a kiskoszos verebeknek, ahogyan ő nevezi őket. Ezekről az előadásokról egy kis papfedő nevű ügynök jelentéseket ír, felforgatónak és államellenesnek minősítve azokat. Embert a hatóságok öngyilkosságba hajszolják. A lány terhes, de az őt ért tragédia miatt elvetél, majd meg nem született gyereke és férje után megy. A darab címe, a pornó, a lány fedő neve, a róla készített jelentésekben. A pornó számomra egy hosszas, magamba folytatott csatározásnak az eredménye. Engem ez a történet, ami nagyon személyesen érint, a politikai pornográfiára emlékeztet, ami számomra azt jelenti, hogy a hatalom, a totalitárius hatalom igényeli a testünket, az intimitásunkat, a szexuális életünket, mindent, és nem lehet megszabadulni tőle. Ez a cím bizonyos értelemben elriasztja a közönséget, de én ezeket a kockázatokat szeretem vállalni. A Sepsiszentgyörgyi Andrei Muresanu Színház, Máriusz Pópa zeneszerző és Cezár Gyokká rendező dramaturg közös munkája nyomán készült előadását hozta el a találkozóra, a Leulrát. A zenés darab arra tesz kísérletet, hogy tájainkon is meghonosítsa a musicalek világát. Ideea a fost a mea. Am creat în prima fază cântecul care dă tema principală a spectacolului. E circul în oraș, veniți la circul. Și, mă rog, mânat de ideea asta că nu avem un musical original, sau eu n-am prea văzut musical original la noi, am zis să încerc. Și
Am început să mă gândesc la povestioară. Ea venind, de fapt, povestioară, venind de la un subiect uman, și anume, cumva, drama omului superior în societatea de astăzi sau în lumea de astăzi. Un fel de patului procust al lui Camil Petrescu, dar pusă într-un alt fel de poveste. Și m-am gândit că dacă o faci cu oameni, întotdeauna în sală apar îndoieli. Da, dar știi, dacă se întâmpla așa, dar n-ai ce să faci, că așa e viața, că așa e greu, că nu... Și atunci am făcut-o cu animale, pentru că este foarte clar, leul se naște în circ, el nu știe ce înseamnă libertatea, dar în același timp e animal de pradă. Și oamenii din sală înțeleg unde e problema lui, unde e drive-ul la interior, că vrea să plece, locul lui nu e acolo. Janina Cărbunáriu 2003-ban írt darabját, a Stop the Tempót, Tóth Árpád rendezte meg Kocsma színházi előadás formájában, a Tomcsa Sándor Színház 3 színészével. A szereplők kétségbe esetten törekednek arra, hogy trendik legyenek. Egy diszkóban hozza össze őket a sors, véletlenszerű a találkozás és véletlenszerű a lázadás ötlete az, hogy megállítsák a ritmust, a sebességet, hogy verjék ki a biztosítékot. Szó szerint és átvitt értelemben is. Míg végül lebuknak. Én színész és rendezőként ezen kívül, éjszakai lemezlovasként, tehát DJ-ként is dolgozom, és hát elég sokat látok ebből az életből, és mivel most már van néhány, szinte 10 év régiségem ebben a szakmában, ha mondhatom így, hogy szakma, látom, hogy egyre jobban sekélyesedik el az ifjúságnak az élethez való, minőségi hozzáállása. A minőségi szórakozás például teljesen elkezdett tűnni, és azt gondoltam, hogy erről beszélni kellene, főleg, hogy ez most a buli réteg, amiről az imént szó volt, de ugyanígy látom ezt mondjuk más, az idősödő korosztályban is ugyanezt a problematikát, hogy az emberek leélik az életüknek a felét, mondjuk 35 éves korosztály, 40 éves korosztály, és már ki vannak égve. Oops, buli koncertek, bevásárlók központokat! Egyre ügyesebbek, és egyre kifinomultabbak lettünk. És végre volt értelme a nappaloknak és az éjszakáknak. Az egyedüli dolog, ami megakasztja a lélegzetemet, az a hisztéria, és az, ami azután történik. Félek szerelemnek nevezni, lehet, hogy nem az, nagyon könnyen megtörténhet, hogy csak egy őrület. De amíg nem nevezzük sehogy, addig még reménykedhetünk abban, hogy tartós lesz. Ez egy olyan problematika, amiről ritkán beszélünk, és ehhez nekem nagyon jó táptalajt adott az, hogy Janina megírta azt, annak idején ezt a szöveget, az ugye több mint 10 évvel ezelőtt íródott a szöveg. És pont ez miatt milyen érdekes, hogy Janina ugyan kortárs, és eltelt 10 év már, amióta ez megjelent, vagy több mint 10 év, és már a problematika sokkal intenzívebben jelenik meg, tehát ezért nagyon sok dramaturgiai munka van ebben a Stop the Tempóban. Gyerünk, emelj fel a kezét, az, aki tud úszni. Hát, nem olyan vészes. Nincs kizárva, hogy holnap reggel mindannyian megtanultok úszni. Persze jobb lett volna, ha hamarabb megteszitek, de hát mit csinálj? Ilyen az élet, nem? Nem ti lesztek az elsők, akik saját életük mentése közben tanulnak megúszni. Mekkora hülyeség úgy felülni egy bárkára, hogy nem tudsz úszni. De mit csináljuk, ez a ti hülyeségetek? Mindenki elégette az útlevelét, személyi igazolványát és egyéb iratait? Aki még nem tette meg, most azonnal tépje össze és dobja a vízbe. Gyerünk! Gyerünk, gyerünk, mintha élnék!
fesztiválon mutatták be Mátej Visnyiek Migránsok című darabját is, amelyet Zakariás Zalán rendezett meg először magyar nyelven a Tomcsa Sándor Színház társulatával. A drámaíró emberséggel, alázattal nyúl az egyre aktuálisabbá váló, egyre több vitát generáló problémához, annak több arcát, árnyalatát is felvillantva. Ez egy nemrég megjelent szövege Visnyieknek, és hát már ezelőtt másfél évvel Avignonban ez egy nagy sikerű történetté vált, ahogyan először bemutatták, és hát román nyelven figyeltem fel rá, és hát nem akartam megvárni azt, ameddig megjelenik magyarul. Ez egy ilyen nagyon hirtelen döntés volt, meg volt az a luxus, hogy nem kellett semmi űrt betölteni, hanem azt rendezhettem, amit éppen akarok. Ezt éppen akkor olvastam, nagyon frissnek tűnt, nagyon mainak tűnt tényleg a problematikája. És én, mivel Visnyieket különlegesen szeretem, hát nem volt kérdés, hogy ezt csinálom meg. Vannak szövegek, amiken több évekig gondolkodom, ezen nem kellett semmit sem gondolkodni, mert ez egyből ilyen húsba vágóan fontos kérdéseket tár elénk. Ahogyan ír a szerző, az nagyon-nagyon jellegzetes. Ő nem elítél, nem felment, ő egy dilémát tár elénk, és akkor jó, hogyha ezek a kérdések megmaradnak, hanem nem véleményt formál az előadás, hanem egy problémát boncolgat, körbejár, fölmutat, megkérdőjelezi esetleg, de semmi esetre sem mondom véleményt nyilván itt egy problémáról. Jó napot! Jó napot! Jó napot! Isten hozta önöket az első kiadásán az Európai Szögesdrótszalonnak. Cégünk ajánlata a migráns ellenes szögesdrótok széles termékcsaládját tartalmazza. Megbízható, alacsony áron. Ahogy önök is láthatják, a határok jó indulatú megnyitásának ideje lejárt. Papa, ez Európa. Ezek a mi esztétikai értékeink? Ezt próbáljuk közvetíteni to the world! Szégyen! Shame! Ezt üzenjük a vezetőinknek! Szégyeljék magukat! Mindannyian szégyelhetjük magunkat! Hol van a kreativitásunk? Hol van a szemtelenséggel szembeni ellenállásunk? Something has to be done! Vagyis valamit tennünk kell! Éppen ezért cégünk acél és gyöngyösség! Bemutatja forradalmian új termékünket, az ember arcú szögesdrótot! Az egész szövegnek van egy olyan igazságérzete, mintha azt gondolnád róla, hogy hát ez nem tudom mennyire fikció, és vajon mennyire megtörtént eset. Tehát, hogy a dokumentarista és a drámai színház között mozog a nyelvezete a szövegtestnek, és néha nagyon-nagyon közvetlen. Olyan, mintha mi emberek beszélgetnénk egy problémáról, ami valós. És ez ennek azért a, hogy is mondjam, az igazságérzete, a valóságérzete, hogy is mondjam, egyből kapcsolatot teremt a nézővel, és a néző úgy kezd dolgozni, hogy az előadás a sajátja lesz azután. A fesztiválon jelen volt a drámázat debütdíjas szerzője, Körmöci Kriván Péter, Mátej Visnyiek drámaíró. Izgalmas találkozások jöttek létre szerzők, alkotók és közönség között. Ahol egy pályakezdő drámaíró, egy debüt díjas, ugye, aki a pályakezdő legjobb dráma díját kapta, olyan közegben van, ahol Mátej Visnyiek megjelenik, és egy nagyszerű beszélgetés volt vele egyébként, ahol a Székely Csaba jelen van, az óhatatlanul rangossá tesz egy ilyen rendezvényt, és azt érzem, hogy egyre inkább ez a tendencia érződik, és ugyanakkor mégis egy nagyon barátságos légkör van, tehát, hogy nem hatalmas tekintélytisztelettel adóztunk a Visnyiek jelenlétének, hanem szellemi izgalom volt, élvezet volt, mindenki örült, és hát az meg egy külön fantasztikus élmény volt, ahogy egy gyerekkori 17 éves korukban együtt táborozó társa egyszer csak odaadott neki egy képet, amit ő rajzolt, és ő ajándékozta a később képzőművész társnak. Gyönyörű volt, szóval az olyan igazi
színházi életpillanat volt, hogy már megérte, hogy itt voltunk. Szóval nagyon emberi is ugyanakkor ez a fesztivál, miközben mondom, elég rangos. De ce an era atunci? 72. 72. Fabulos. Da, și faptul că le-ai păstrat în tot timpul ăsta mi se pare ceva absolut... Da, se poate să le vedem. Tot sfârșite de... Incredibil. Simțul umor. Formidabil. A két évente megszervezett kollokvium a Nemzeti Kisebbségek Színházait seregszemlézi, a Gyergyói Figura Stúdió Színház ad otthont a rendezvénynek. A kollokvium mindig egyfajta promoválása a helyi értékeknek, hogyha lehet ezt mondani, bár talán ezért nagyon szűk fogalmazás, de mindenképp megpróbálunk teret adni nem csak a beszélgetéseknek, a találkozásoknak, hanem megpróbálunk teret adni eddig nem ismert, vagy ismeretlen, vagy akár nagyon kísérleti jellegű dolgoknak is. Fontos szempont volt az, hogy megpróbáljuk a kisebbségi színházak, illetve az erdélyi magyar színházakból a legjobb előadásokat, az utóbbi évek legjobb előadásait elhívni, hiszen én azt hiszem, hogy egy színházi fesztivál elsősorban a közönségnek kell szólni, a nagy közönségnek, nem pedig nem csak a szakmabeli és kritikus rétegnek. Ezért is alakult úgy, hogy az előadások többsége már több fesztivált is megjárt, több helyen, több díjat is kapott, több helyen látható volt már a kollokvium előtt. Keresztes Attila Marosvásárhelyen rendezte meg Csehov Siráját. Egy színházat idéző hangulatában nyomasztó térben elevenednek meg a reménytelen emberi viszonyok, az alkotó ember tragédiája. Szereti a színházat, szerinte az emberiséget, a szent művészetet szolgálja, szerinte meg csak alakoskodás és rutin a mostani színház. Hogyha felgördül a függő, és ezek az igazi tehetségek, a szent művészet papjai egy háromfalú szobában és esti világításban azt utánozzák, mert utánozzák, hogy hogyan esznek, hogyan isznak, hogyan járnak az emberek, hogyan szeretnek, hogyan hordják a kabátjukat, hogyha jelenetekből és mondatokból morált iparkodnak kicsikarni azt a házi használatra szánt setényes, közérthető morált, hogyha ezer változattal ugyanazt és ugyanazt tálalják elém, akkor én menekülök, és menekülök a lopászom menekült az Eiffel-toronytól, mert kicsességével majd szétnyomta az agyát! Színház is kell! Új formák kellenek, és ha nincs, akkor inkább ne legyen semmi! Ne legyen semmi! Hát ugye az alkotás kínjai erről szól, annak a ilyen vetületei, a tehetség, hát végül is az értelmes élet. Mi nekünk az alkotás, van aki, tehát hogy valahogy tehetősen éljünk, és valamiféle hasznot ne csak együnk, és aztán végül meghalljunk. Tegnap késő este eljöttem megnézni, megvan-e még a színházunk a kertben. Hát még mindig ott áll. Két év óta először sírva fakadtam, és megkönnyebbültem. Derűsebb lett a lelkem. Látja, mert nem sírok. Tehát maga író lett. Igen. Maga író, én meg színész. Igen. Mind a ketten belekerültünk az élet körforgásába. Igen. Azelőtt boldogan éltem, mint a gyermek. Reggel dalolva ébredtem, szerettem magát, dicsőségről ábrándoztam, és most... Színészi munkából van felépítve végül is az egész előadás. Maga ez a térnek a struktúrája és a jelentése, hogy a színpadon van ez a keret. Hogy mondjam? Dolgoztunk a legszebben, ahogyan lehet színházban dolgozni. Mindenki kellett a személyes, tehát oda kellett tenni a személyes részét is, mert ez másképp nem születik meg. És úgy átengedni magán azt a történetet, amit játszik, hogy az, hát, hogy mondjam, valóságos legyen, és elkerülendő minden alakoskodás. Ugye ott egy szót ki is cseréltem a
Trepjov monológiában azt mondja, hogy a mai színjátszások rutin és előítélet, és mi azt mondjuk, hogy a mai színjátszás csak alakos, rutin és alakoskodás, ami egy fontos szempontja az egész színészi játéknak. A marosvásárhelyi Jori stúdióban 4 éve mutatták be Székely Csaba Szeretik a banánt elvtársak című darabját Szorint Militáru rendezésében. A monodráma eredetileg a BBC rádiós hangjáték pályázatára íródott, 2009-ben elnyerte a legjobb európai dráma címet. Főszereplője Robert, egy értelmi fogyatékos gyerek. Az ő szemén keresztül nyerünk betekintést a Ceausescu rendszer mindennapjaiba. A forradalomig majdnem minden tanáromtól 10-es kapta. Problémam sincs, hogy miért. Egyszerűen Földörs tanár megkérte, hogy mutassam meg Kubát a térképen, így hát rádugtam országra. Tanártárs azt mondta, hogy ez nem éppen Kuba, hanem Ausztrália. Közel van hozzá, hogy a 10-es tanult. Nagyon szeretem Robit, akit játszom. Nagyon szeretem a történetet, nagyon szeretem az írást és az előadást. És egy nagy kihívás számomra, hogy előadásról előadásra tovább fejlődjön, és minél igazabb, minél komplexebb arcát megmutatni ennek a Robinat, és ugye nem is olyan régmúltunknak. Hosszú élettűre terveztük, meggyőződésem csak így lehet frissen tartani, az ember folyamatosan rákészül, és minden egyes előadás előtt, tényleg napokkal azelőtt készülök, hiszen nem kevés a szövegmennyiség, és nem kevés a tét, nem kicsi a tét. Amikor elsős voltam Ceausescu eltárs, ellátogatott az iskolánkban. Mondták is, hogy ez a iskolák történetének a legdicsőbb napja. Minket gyerekeket különféle színekbe öltöztek. Banánságába öltöztem, és levegőbe kellett tartanunk egy táblát, amely egy kis betűdarabka volt. A tanárok megmutatták, hogy hogyan kell tartani a táblát, hogy amikor Ceausescu elvtárs felép a pódiumra is szónokolni kezd, akkor a betűk ezért a két mondattá álljanak össze. A pártnak vége éljen a háború, sas fosi parti ultra jaskers boom! Jó. Lehet, hogy fordítva, már nem emlékszem pontosan. A lényeg az, hogy április volt, és a tanár teljesen be voltak tolva a virágállásra. Ugyanis a virágállás pontosan a pódium előtt volt, és piros, sárga és kék virágokkal ültették tőle. Az volt a baj. Az volt a baj. Hogy a piros virágok nem hajtottak ki. Az időjárás túl hideg lehetett hozzá, de tanárok. Azt mondták, most építeni kell a kommunizmus, szocializmust, úgyhogy piros festéket kaptunk, és azt mondták, hogy a sárga szirmok felét fessük piros. Elvisznak a virágot festettünk, építettük a kommunizmus, szocializmus. Aztán amikor Ceausescu eltárs fellépett a pódiumra is, szónokolni kezdett, egyszer hívták, elevett az eső. Eltelt 4 éve bemutató óta folyamatosan újabb és újabb generációk nőnek föl, újabb és újabb, mondjuk ilyen 12-13 éves kortól már nézhető az előadás is ajánlott. Én ma délelőtt a legnagyobb lányomnak, aki holnap lesz 11 éves, neki mondtam el a szöveget, úgy teszteltem, és ezelőtt 3 évvel is, 4 évvel is rajta teszteltem bizonyos szövegeket, hogy működik-e és jó-e, és kíváncsiak rá. Értik, érzékelik ennek a humorát, ennek a drámáját, ennek a furcsa, groteszk világát a történetnek. A marosvásárhelyi Ariel Színház Porogi Dorka által rendezett Madame de Sade előadása nyelvezetét és tematikáját tekintve is érdekes kísérletnek számít. 5 nő,
12 évét követjük végig az előadásban, ami egy férfiről szól, aki láthatatlan, és akit a nők beszéde, a hozzávaló viszonyuk teremt meg. Először ez az, ami lehetetlennek tűnik, és pont azért érdekli az embert, hogyha lehetetlen, akkor próbáljuk meg, és akkor nézzük meg, hogy mi lesz belőle. Tehát amikor ezt mi először elolvastuk, akkor mindenki nagyon megijedt szerintem, és amikor elkezdték megtanulni a szöveget akkor is, mert nagyon nehéz megtanulni is ezeket a mondatokat. Tehát látszólag nagyon simák, nagyon elegánsak, de olyan nagyon csavaros, furcsa logikájuk van, és nem adták könnyen magukat. És nagyon sok időnek kellett eltelnie, mire elkezdtük uralni a szöveget. Tehát nem fölöttünk volt a szöveg, hanem már úgy viselkedett, ahogy mi szerettük volna. De hát ez volt a kísérlet lényege. Tehát ugye az ilyen kísérletezős színház az soha nem biztosra megy, tehát nem arra, amit úgyis meg tudunk csinálni, hanem arra, ami kihívás. Biztosan tudom, hogy Mirábó grófja már a királyt is figyelmeztette, hogy meneküljön külföldre. A király még velünk marad. A késlekedik föl lesz Franciaország történetének legnagyobb király. Amíg a király Párizsban van, én is maradok. Ugye, ha most nagyon szűkíteni akarjuk, hogy milyen témákat jár körbe ez a darab, akkor olyan kulcsszavakat tudunk mondani, hogy szexualitás, szabadság, és ezekről a kérdésekről ilyen módon, vagy ilyen nyelven nagyon ritkán beszélünk. És ez az egyedisége, vagy ez a különlegessége fogott meg. És hogy ezzel izgalmas volna kísérletezni. Tehát, hogy beszéljünk úgy a szexualitásról, nem csak mint férfi-női kapcsolat, vagy női-női, vagy férfi-férfi, hanem mint egy családon belüli, nem tudom, szokások, vagy hagyományok, vagy amit átörökítenek a generációk, vagy akár a társadalmi berendezkedésben, ahogy ez a hatalmat is jelenti. Tehát, hogy nagyon-nagyon tág fogalom, igen, ebben a darabban. A Gyuvlipen független roma társulat. Előadásaikban romákat érintő témákkal, női sorsokkal foglalkoznak. Kortárs, kísérleti színházat művelnek, folyamatosan szembesülve azzal, hogy a romákról mindenkinek egy hagyományos kultúra jut eszébe. Kék narancsárga című előadásuk egy kórházban játszódik. Főszereplője egy mentális betegségekkel küzdő roma nő. A trupa noastră se numește trupa de teatru Gyuvlipen. Este într-adevăr un cuvânt pe care noi l-am inventat despre femei în limba romanii. Gyuvli înseamnă femeie, iar pen înseamnă soră, miripenda. Și cumva a ieșit această sintagmă Gyuvlipen, teatru al femeilor, al romniilor. Da? Trupa noastră s-a înființat în anul 2014, deci avem 3 ani de activitate. Suntem o trupă de teatru independentă. E foarte greu să reziști ca trupă independentă, dar cu toate astea noi am scos anual producții. Din cadrul trupei facem parte mai mulți actori și actrițe, printre care și Mihaela Drăgan, cea care cumva a fost fondatoarea, da? Bine, și împreună cu mine acestei trupe. Ea a avut ideea înființării unei trupe de femei, de actrițe rome. Bineînțeles că are de ce să-ți fie frică și eu cred că dacă n-ai fi nervoasă, n-ai mai fi om. Dar n-am zis, frate, că-s nervoasă. Da, ești. Dar nu sunt. Mă, nene, nu mai mă freca atât, dacă nu-s nervoasă. Și tu ce te faci acum? Dar eu ce fac acum? Ce fac? Tocmai ți-am spus ce să faci, Cirta. Primăria, spațiul locativ. Da, mă, dar domnul doctor Tudor a zis că pot să stau aici, serios. Știi ce cred eu? Cred că ăsta e doar un gând al tău. Cred că tu te gândești că ți-e frică, da? Și nu cred că este gândul tău, Cirta.
Spectacolul pe care l-ați văzut aici în Gheorgheni se numește Albastru Portocaliu, tot în regia lui Mihai Lucaci, unde eu fac un personaj puțin atipic, ca să zic așa, Gilda și portocalele ei albastre. Pentru acest personaj am lucrat și m-am documentat foarte mult. Am lucrat cu femei din Ferentari, un cartier în care locuiesc foarte mulți romi din București. Am făcut Teatru Forum acolo în Ferentari și de aici cumva am construit personajul Gildei. E un personaj dificil, un personaj greu de făcut, pentru că are foarte multe nuanțe, foarte multe subtilități. E o femeie care, deși la prima vedere pare că ar avea probleme din punct de vedere al înțelegerii unor lucruri, de fapt eu așa l-am construit, așa l-am gândit, ca un personaj care de fapt nu are absolut nimic, ci într-adevăr are un comportament puțin mai altfel decât ceilalți, iar acest comportament are ca cum să zic, are ca reacție, da? Are ca reacție acest tratament pe care ea îl primește atât de la doctorul care e de etnie romă, dar e caștaliu, da? Că nu e de al ei, cât și de la doctorul român, da? Pentru că aici iară cumva Gilda se află între două lumi, două chestii care nu prea vin în confort una cu cealaltă. Szolgálat, így sikerült elhívni Frenek Pál társulatát, illetve két táncosa tart itt folyamatosan, tartott itt egy műhely munkát, amelynek egy rövid, pár perces, hát nem is olyan rövid összefoglalója is van. Igazából ez egy koreográfia workshop volt, tehát próbáltunk inkább nem technikát tanítani, hanem inkább egy stílust átadni valamilyen szinten, amiben mi dolgozunk a Frenák Pál társulatnál. Mellette én a saját stílusomat próbáltam egy kicsit bemutatni a résztvevőknek, mindenkinek az adott fejlettségi szintjéhez, technikai szintjéhez mérten adtuk nekik feladatokat, tehát hogy mindenki egy individuális képzést kapott ez alatt a néhány nap alatt tőlünk. Egy mozdulat akkor jó, hogyha nem kontrolláljuk, vagyis csak olyan kevés kontrollációt adunk egy mozdulathoz, ami éppen megakadályozza azt, hogy borzalmas legyen. De hogy az a legjobb, hogyha mindegyik belülről jön, és hogy teljesen véletlenszerűen, hogyha egy kicsapódás, vagy egy fejdobás, ahogy a lányok csinálták a kurzuson, hogy csak úgy hátravitték a hajukat, és azt egyből lehet látni, hogyha például vezetve viszik, vagy például csak kicsapják és teljesen elhagyják magukat. Úgyhogy szerintem az a legegyszerűbb és az a legszebb, ami belülről jön, és semmiféle manírral plusz mozdulatokkal nincs ellátva, hanem csak a teljesen egyszerű magájában való. Az inkább egy kifejező, nem formákat keres, hanem energiákat, nem elmagyarázni szeretné valamit, hanem egy érzést inspirálni a nézőkben. Én a saját részemről én azt gondolom, hogy egy másik utat választottam a saját utamnak, ami inkább egy dinamika, belső manipulációk, nagyon sok egymáshoz érés, a táncosok között rengeteg kontaktus történik közben.
Nagyon nehéz szerintem ezt így megfogalmazni, mert pont az izgalmas benne, hogy mindig keresünk valami újat, valami új nyelvezetet benne, és maga a stílus az szerintem az alkotókkal együtt változhat is, és állandóan átalakul, újra születik. Jelképe most már talán véglegesedni is látszik, és próbáljuk megtartani ezt az új lenyomatot, hiszen úgy látom, hogy igazából ez a fesztivál, amely hát több mint 550 meghívottat, résztvevőt, ez a nézőkön kívül értendő résztvevőt számlál. Ezeknek az embereknek, ezeknek az egyéniségeknek, a szellemiségeknek a lenyomata mindenképp itt marad bennünk. Itt marad az előadások által elsősorban, de a koncertek által, a könyvek által, mindennel. És hát ennek egy pici szimbolikus formája talán ez a gyurmába gyűjtött, vagy gyurmába vett névtelen új lenyomat, amelyeket gyűjtünk, aztán majd kiállítjuk. Kedves nézőink, negyed óra múlva várunk vissza Önöket, viszontlátásra! Kedves nézőink, folytatjuk a mai magyar adást. Köszöntöm mindazokat, akik csak most kapcsolódnak be műsorunkba. Úgy néz ki az előrejelzések szerint, hogy a tavasz még várat magára. Ennek ellenére Mihol Csagyula a kollégánk csak a derűs órákat számolja, ugyanis folytatjuk tavalyi sorozatunkat az erdélyi napórákról. Mai adásunkban Erdély legnagyobb napóráit mutatjuk be, melyek Arad megyében találhatóak. Következik sorozatunk 8. része. Nyugat felől nézve a Királyhágó erdőin túl levő részt nevezik Transzilvániának, azaz Erdélynek. Az erdőkön inneni rész pedig a Párcium. Ez magában foglalja a mai Arad, Bihar és Szatmár megyéket. A Párcium déli része a mai Arad megyét képezi. Északon a Fekete-Körös, délen a Maros árterülete határolja. A Maros itt már nagyon lassan, kanyarogva folyik. Szép erdő alakult ki körülötte, a Csálai erdő. A Maros árterületén az erdő mélyén van egy új keletű napóra. A név először 1325-ben jelenik meg, Villa Kála formában. 2004-ben természetvédelmi területté nyilvánították a Maros egész árterét, Aradtól egészen Magyarország határáig, így a Csálai erdőt is. 2006-ban tervezni kezdtek egy látogatói központot, amit a FARE program segítségével meg is építettek. Célja fogadni a turistákat, iskolai és egyetemista csoportokat, bemutatni a Csálai erdőt és az egész Maros ártér természetvédelmi parkot. A látogatók számára különféle túrákat, ökológiai programokat szerveznek.
E program keretén belül elkészült egy óriási napóra is, Claudio Ionesco aradi építész tervei alapján. A horizontális napóra óralapja egy 6 méter átmérőjű betonból öntött körlap. Ez Erdély második, legnagyobb napórája. Ennek alapgondolata érzékelteti a természeti elemek, ez esetben a napfény környezetbarát felhasználását, alkalmazását. Árnyékvetője egy 4 méteres vasród, amit, ha bár alumíniumból terveztek, mégis vasból készült el, és sajnos már rozsdázódni kezd. Az árnyékvető tartója egy stilizált gémet ábrázol, az ilyen árterületek legnagyobb madarát. Egy napóra árnyékvetője mindig pontosan észak felé kell, hogy mutasson, és így ferdén kell állnia, függetlenül attól, hogy az óralap horizontális vagy vertikális. Ez esetben a napóra egész évben pontosan mutatja az időt. A ferdességet a hely földrajzi szélességi köre adja meg. Az árnyék tanít, mondja a napóra mottója. És valóban, a gnómon árnyéka sok mindenre megtanít, ha annak lassú körsétáját meg akarjuk érteni. Egy tökéletesen megszerkesztett napóra esetében is lesz néhány perces eltolódás az általa mutatott idő és a hivatalos idő között, ugyanis a hivatalos idő egyenletesen telik, a nap pedig nem teljesen egyenletesen mozog az égbolton. Ezért, ha a hivatalos időt akarjuk leolvasni a napóráról, akkor figyelembe kell venni ezt a néhány perces eltolódást. Ezt egy táblázat formájában szokták megadni. A dátum függvényében a táblázaton leolvasott perceket hozzá kell adni, vagy ki kell vonni a napóra által mutatott időből. Habár a tervek szerint külföldi vendégeket is várnak ide, a napóra használati utasítása csak egy nyelven jelent meg, románul. Ez a használati utasítás bármilyen napórára érvényes, csak hogy nem mindenhol mellékelik ezt a kis időkorrekciós táblázatot. Szép elképzelés, hasznos terv. Reméljük, hogy az árnyékvető vasrúd is sokáig kibírja még az idő múlását. A Maros Ártér Természetvédelmi Parkban találunk még egy napóra érdekességet. Ha elindulunk Aradról lefele a Maroson, 20 kilométer után elérünk Pécskára. Pécska első említése 1335-ből való Petk néven. A falu feltárt temetője alapján a 11. században már magyarok lakták. 1551-ben a török offenzíva idején lakóinak nagy része elmenekült. 10 év múlva a törökök felégették a falut, mert nem fizették a kirótt adót. Ezután főként szerbek költöztek a faluba. A 1910-ben még két Pécska létezett, a magyar Pécska 93% magyar lakossággal, és a kicsit nagyobb Ópécska vagy Román Pécska 68% román lakossággal.
1960-ban a két Pécska egyesült, és város lett belőle. Pécska legfontosabb látványossága a nyers téglából épült, neogótikus stílusú római katolikus templom. De még van egy érdekesség Pécskán. A város mellett van a Bivaj farm, amely a Maros Ártér természetvédelmi park területén létesült 2012-ben. Pécska a magyarországi Mórahalommal közösen nyújtott be pályázatot az Európai Unióhoz a Bivaj farm létesítésére. Meg is kapták a 700 ezer eurót, és ennek feléből létesült itt a Bivaj farm, a mórahalmi farm mintájára. De mi célból létesült egy bivaj farm éppen a természetvédelmi területre? Pontosan a környezetvédelemért, rehabilitálni a vizes élőhelyeket. A projekt második lépésében 2013-ban megépítettek egy látogatói központot, az ökóházat, melynek célja fogadni turistákat, iskolai csoportokat, megismertetni velük a környék értékeit, a bivajok életmódját. Az épület akárcsak a védett terület növényvilága, mintha a földből nő neki, és felfele a magasba törekedne. A Möbius szalagszobor a természet önmegújulását ábrázolja. A biciklivel pedig digitális túrákat lehet tenni az egész ártéri védett területen. A futurista épület tervét ugyancsak Claudio Ionesco építész tervezte, és azért is ilyen furcsa a formája, mert az egész épület tulajdonképpen egy nagy napóra. Az épület befele dőlő sarka az árnyékvető. A 200 négyzetméteres betontér pedig az óralap. Az óraközök pontosan ki vannak számítva. Az épület teste miatt a déli órákat nem mutatja. Ekkor az óralap árnyékba borul. Csak a délelőtti és a délutáni órák olvashatók le. Ez a furcsa, de érdekes épület Erdély legnagyobb napórája. A Maros Ártér Természetvédelmi Park más, régebbi kincseket is rejteget. A Hodos-Bodrogi Kolostor a Maros bal partján, Óbodrog és Újbodrog falvak között van, Pécskától 10 kilométerre, amelyhez közigazgatásilag tartozik. Először egy 1247-es okiratban jelenik meg, Hodos néven, amely a szláv Huduszból származik, ami ünnepit, fenségest jelent. Bodrog pedig 1422-ben jelenik meg először okiratokban, Bodruh formában, de 1489-től együtt említik őket, Hodos Bodrog. A kolostor történetét többféleképpen írják le. A mai kolostori értelmezés szerint története 1177-ig nyúl vissza, és azóta folyamatosan román ortodox kolostornak tekintik. Más források szerint a harmadik Béla 1177-es oklevele Hoduszt nevű bencés kolostort említ, amely a kunok lázadása idején elpusztult. Majd évszázadokkal később egy teljesen új ortodox kolostor alakult az elpusztult közelében. A szétvál esze guvine
A szerb egyházi hagyomány szerint Jáksics Demeter alapította 1498-ban ide a szerb ortodox kolostort, és több évszázadon át szerb kalugyerek lakták, majd más nemzetiségű ortodoxok is vegyültek közéjük. A templom építését a kolostor turisztikai ismertetője a 14. század második felére teszi. Más források pedig a szerbiai stiláris párhuzamok alapján a 15. század első felére teszik. E templom déli oldalán egy napóra látható. Egyik nagyon ritka esete annak, amikor ortodox kolostoron találunk napórát. Fémlapból készült, így nem lehet nagyon régi. Sőt, a számozása is erre utal, hiszen a nyári és a téli órákat is mutatja. Ebből lehet következtetni a napóra korára. A hodos-bodrogi kolostor létrejötte óta Magyarországhoz tartozott, egészen 1918-ig, a trianoni békeszerződésig. Tehát a kolostor templom napórájának a számfelirata nem lehet régebbi, mint 1916, hiszen csak akkortól van nyári és téli időszámítás Magyarországon. Amikor vége lett az első világháborúnak, 1919-ben az országok mind visszatértek a régi időszámításra. Ekkor a kolostor átkerült Romániához. Romániában 1932-től újból bevezették a nyári időszámítást, egészen 1943-ig. Tehát a napóra készülhetett 1932 és 1943 között is. Így a napóra mindenképpen 20. századi. A napórának van egy furcsasága. A déli 12-es óravonal nagyon eltér a függőlegestől. A kolostoron a 21 fokos keleti meridián megy át. Az ennek megfelelő déli időkorrekció 36 perc, tehát egy picit több, mint egy fél óra. Az ennek megfelelő szög pontosan megvan a számlapon, tehát aki az órát szerkesztette, ezt tudta. De rá van téve még egy óra, tehát az óralap nem a romániai, hanem egyel még keletibb idősávra van kalibrálva. Azaz Törökország keleti része, Örményország, Grúzia, Irak idejét mutatja. Vajon elírási hiba lenne, a gnomon esetleges pontatlan iránya miatt lenne, vagy pedig valamilyen mélyebb keleti kapcsolatra utal? Pécskával szemben a Maros bal partján fekszik Németh-Szentpéter, 30 kilométerre Aradtól. Itt is találunk napórát. Az 1332. évi pápai tizedjegyzékben Felgedős néven fordul elő. Majd nevét Szentpéter tiszteletére szentelt templomától kapta. Évszázadokon át néhány szerb család lakta a tanyát. 1564-ben az adófizető házak száma 3 volt. 20 év múlva csupán 4 szerb juhász lakta. 1718-ban Temesvár felszabadult a török hatalom alól, és a győztes osztrákok elkezdték Bánátot benépesíteni németekkel. Később szerb telepesek is érkeztek a faluba. Egy évszázaddal ezelőtt többnyire németek lakták a falut. Közben a faluhoz másik két kisebb falut csatoltak, és a 2011-es népszámláláskor a nemzetiségi adatok
csak községi szinten vannak közölve. A német betelepítés után egyházmegyét alapítottak, majd Szentpéternek és Pálnak szentelt római katolikus templomot emeltek 1774-ben. Ma műemléknek van nyilvánítva. Ennek a templomnak a déli oldalán látható egy festett napóra. A szépen megmunkált árnyékvetője szögben áll, a végén díszgömb. Sajnos nem mutat pontosan észak felé, ugyanis merőleges síkban van a falra, de a fal el van fordulva kelet felé, 20 fokkal. Az ezüst színű számok alig látszanak, nemigen használható a napóra. Néhány óravonal is látszik még. Egy több évtizedes régi képen látható, hogy honnan maradt meg a szürkés alapszín, de ezen az óravonalak teljesen másképp állnak, habár az árnyékvető ugyanúgy áll. Látható, hogy a régebbi számozás közelebb járt a valósághoz, mint a mostani. Sajnos ez gyakran így történik. A felújítás következtében a számozás megváltozik, pontatlanabb lesz, mint ahogyan megtörtént Szamosújváron vagy Magyar Gyerőmonostoron is. Mintha idővel elfelejtődne a napórák szerkesztésének titka. Érdekes kihívás lenne a restaurátorok számára, de a falu lakossága számára is felújítani ezt a napórát. Megtudtuk az előbb látott filmből, hogy a napórák csak a derűs órákat számolják. A következőkben Jakafi Tamás szótörténeti rovatában derűs szavakat számolhatunk. Hamarosan megtudjuk, hogyan került a pinty az egyik gyakran használt szófordulatunkba. És azt tudta, mitől olyanok a jól menő dolgok, mint a pinty? És egyáltalán mitől olyan különleges, mit csinál, mivel henceghet ez a drágalátos madárka a Fringilla celebs, hogy a pompásan sikerülésről hírt adó szólás hasonlatunknak épp ő legyen a főszereplője. A legtöbb ilyen szólás hasonlatnak ugyebár eleje is van. Iszik, mint a kefekötő. Üvölt, mint a fába szorult féreg. Szegény, mint a templomegere, vagy úgy áll rajta a ruha, mint tehénen a pisztolytáska, és így tovább. De mi van? Mi történik? Mit csinál valaki úgy, mint a pinty? A nyelvtörténész kutatók feltételezés szintjén legalábbis hivatkoznak egy régi székelyföldi mondásra, amely szerint úgy elrepül tőlünk az élet, mint a bincs. Márpedig tudható, hogy a bincs a hangutánzó eredetű pinty madárnév nyelvjárási alakváltozata. Feltételezhető tehát, hogy a minta pinty eleje egykor az úgy elrepül volt. A pinty tehát az élettel, magával azonosított szereplő, márpedig az élet addig okoz örömet, amíg egészség van. A 19. századi Cucor Fogarasi féle hatkötetes szótár pinty szócikkében erre nézve található adat, idézem, olyan, mint a pinty, friss, élénk, épp, egészséges. Ami tehát olyan, mint a pinty, az mai szóhasználatra lefordítva teljesen oké. Hogy nem, de a legtöbb érdekes, hogy különleges erdélyi templomépület kisvilágtól elzárt faluban található. Olyan helyen, ahol a madár sem jár, csak elvétve művészettörténész vagy régész. Ezek után szinte természetes, hogy az épület érdekes vagy szembeszökően rendkívüli elemeire nincs semmi, de semmi magyarázat. Ami van és látszik, azon lehet csodálkozni, és a továbbiakban lehet találgatni. Thank you.
Szent Demeter, ez egy ilyen elég félreeső falu, most közigazgatásilag Maros megyéhez tartozik, de valamikor ez az udvarhelyszéknek volt a része, a Csücske. Nem vagyunk messze a Balavásártól. Nem, hát itt Kentnél kell letérni, csak ez egy kicsit félreeső falu a főúttól. Mi az érdekessége ennek a templomnak, hogy vágjunk bele pont a közepébe? Egy ilyen félreeső helyen? Hát érzett, hogy elég fárasztó lépcső vezet fel, nem? Igen. Ez a templom, hogy egy ilyen dombra épült, ez szerintem nem véletlen. Mert azt mondják, hogy a templom nem csak, szóval nem elsősorban maga az építmény, hanem a templom a hely. Tehát a hely a templom. Arra csak ráteszik az épületet. Most. És hogy találják meg ezt a helyet, hogy hova tegyék az épületet? Hát nem tudom, biztos, hogy megvoltak a középkorban, vagy még régebbi is a módszereik erre. Mindenképpen itt megtalálták a helyet. Szerintem ez egy tökéletes helyen van ez a templom. Az, hogy most fáradni kell egy kicsit az eléréséhez, ez hozzátartozik. Valahol a fizikai fáradtság az hozzátartozik a hely megközelítéséhez és az elszakadáshoz az anyagi világtól. Van annak valami értelme, hogy olyan rendhagyó módon a falunk kívül van ez a templom? Nincs a falu közepén végül is. Sok helyen építették falunk kívül és a kiválasztott helyre, dombtetőre, hegytetőre a templomokat. Most más szempontok szerint építik a templomokat, főleg urbánus környezetbe. Városrendészeti szempontok, anyagi szempontok döntenek, és nem elsősorban a szellemi megközelítés. A Szent Demeteri templom a végleges formáját azt 15. század fordulóján nyerte el. Hát valószínű, hogy van egy korábbi magja, de ez a késő gotikus korban kapott egy ilyen egységes alakot. Ez a Mohácsi vész előtt? Igen. És szerencsére nem sokat változott. Tehát annyi minden megmaradt építészetileg a késő gótikus koncepcióból, hogy így elég egységesen tudunk ránézni, vagy tudjuk élvezni ezt az épületet. És ez elég ritkaság? Ritkaság, mert sok helyen mindig alakítottak. Vagy a hajóboltozatát bontották le, cserélték, vagy a szentélyét. Tehát sok helyen vannak középkori templomaink, ahol ez vagy az megvan. De itt majdnem minden megvan benne. Tehát nem cseréltek boltozatokat, nem módosítottak szentélyeket, attól a késő gótikus befejezéstől kezdve. Nézzük meg először talán kívülről. Itt a vakolatot nemrég verték le, ugye? Igen, ez egy cementes vakolat, amivel sajnos valószínű 20. században látták el kívülről a templomot, itt kezdett vizesedni a fal, fel volt ázva. Ja igen, és akkor ő száradjon. Igen. Tehát ez az egyik olyan átalakítás, ami a testet nem érintette a templomnak, mert ugyanaz látható a hajótorony, szentély, a támpillérekkel, amik ráadásul a belső bordaosztásnak megfelelőek. Tehát egyszerre épültek a... Igen, tehát egészében van. Ez a vakolat viszont ez egy későbbi cementes vakolat, ami elpusztította az alatta levő régi vakolatokat. Értem. Csak a burkolat. Tehát ezen akkor középkori falfestmény nincs a templom külső felén? Hát ezt 100%-kal nem lehet kijelenteni, mert elképzelhető, nem volt ez annyira megkutatva, mert ez egy vastag helyenként 5-6 centis cementes vakolat. Lehet még töredéke falfestménynek, de nem olyan nagy a valószínűsége. Látom, hogy csak nem 100%-ban kőből épült, tehát nem tégla, igen. Nem... Tehát van tégla is, de azok inkább
javítások lehetnek a téglaberakások. Más jellegzetessége, így ami kívülről látszana? Hát én annyit tudok elmondani, hogy kívülről is ez a templom egy szép, harmonikus, arányos egész, ez a templom. Ez látszik, és ez egyértelmű. Nézzük meg belülről. Itt meg belül, ott érdekesebb dolgok vannak részleteiben. Szenzációs ez a Erdélybe. Kedves nézőink, adásunk végéig Horváth Kornél zenél nekünk. Az elmaradt riportjainkat egy következő adásban ismét műsorra tűzzük. A Tevere 1-es csatornán jövő hétfőn 15 órakor jelentkezünk. A Magyar Adás már sugárzott riportjait, összeállításait megtalálhatják a magyaradás.ro honlapunkon, illetve a Magyar Adás nevű Facebook oldalunkon. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, viszontlátásra!